Akár 150 ezer forintot is fizethet, aki bányatóban fürdik. Ha sérült madarat látunk, hívjunk szakértő segítséget. Rekordkísérlet a strandon, vízipisztolycsatát szerveznek. Köszöntöm a 60 Televízió nézőit, Szenicei Csaba vagyok, jönnek a részletek. Akár 150 ezer forint bírságot is kaphat az, aki bányatóban hűsítené magát a nagy melegben, erre figyelmeztet a 60-i mezőőrség. Kovács Viktor hangsúlyozta, a hirtelen mélyülő víz és a gyorsan változó hőmérséklet könnyen okozhat rosszullétet, aminek akár tragikus vége is lehet. 60 külterületén két ilyen bányató található, mindkettőben tilos a fürdés. Jól esik a hűs vízben való megmártózás a nyári melegben, azonban könnyen büntetés is lehet a vége, ha ezt egy bányatóban szeretnénk megtenni, hangsúlyozta a 60-i mezőüri szolgálat munkatársa. Kovács Viktor kiemelte, a korlátozás az egész országra érvényes, így a 60 külterületén található két bányatóban sem szabad fürdeni. Az egyiket TS-tóként, a másikat pedig A-betontóként ismerik az emberek. Fürdeni igazából egyik tóban sem szabad, veszélyességi fokától kifolyólag, tehát nagyon hirtelen, egy-két lépés után nagyon hirtelen tud mélyülni, nagyon gyorsan görcsöt, illetve halált tud okozni. Kovács Viktor azt is elmondta, hogy csónakkal sem szabad a bányatóra menni. Hozzátette, a 60-i közterület felügyelők, valamint a mezőőrök rendszeresen járőröznek a görbeirító területe körül, valamint a kihelyezett táblák is jelzik, hogy milyen szabályokat kell betartania annak, aki a tóhoz érkezik. Akit első alkalommal szabályszegésen kapnak, azt figyelmeztetik, azonban a második alkalommal már büntetniük kell. A bírság összege 5000 forinttól kezdődik, és egészen 150 ezer forintig terjedhet. Legtöbbször heves viharok után láthatunk a legnagyobb számban fészkükből kiesett madárfiókákat a földön. A legfontosabb, hogy először próbáljuk meg beazonosítani a madarat, és nézzük meg, hogy van-e rajta valamilyen sérülés. Továbbá minden esetben hívjunk szakmai segítséget, és csak a legutolsó esetben vigyük haza. Erre hívta fel a figyelmet Erdősné Molnár Bernadett, a Mátraaljai Vad és Egzotikus Állatmentő Alapítvány egyik alapítója. 60-ban a kiemelt alapelvek közé tartozik a madarak és fák védelme. A Pronatura mozgalom, valamint a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület rendszeresen szervez közös akciókat a szárnyasok védelmében. A többi között madárodúkat is kihelyeznek az Agyvaligetbe, így az állatok biztonságos helyre lelhetnek 60-ban. Azonban a nyár elején fiókák születnek, ilyenkor ők a legsérülékenyebbek. Egy nagyobb vihar után sokszor előfordul, hogy a kicsi kiesik a fészekből, hangsúlyozta a Mátraaljai Vad és Egzotikus Állatmentő Alapítvány egyik alapítója. Erdősné Molnár Bernadett elmondta, mit tehet az, aki ilyen helyzettel találkozik. Minél hamarabb helyezzük őt biztonságba, győződjünk meg arról, hogy esetleg van-e rajta valamilyen sérülés, hogyha a fészek nyilvánvaló helyen van és megközelíthető biztonságosan, akkor akár vissza is lehet tenni, hogyha úgy látjuk, hogy nincsen olyan sérülése a madárnak. Viszont hogyha sérülése van, illetve olyan helyen helyezkedik el a fészek, ahol nem tudjuk biztonságosan visszahelyezni, ez esetben mindig kérjünk szakértőtől segítséget, akár telefonon, és ő el fogja mondani a további teendőket. A szakember azt is elmondta, hogy csak a legvégső esetben vigyük haza a fészkéből kiesett jószágot. A csupasz és toll nélküli fiókákat minél előbb helyezzük puha és meleg helyre, valamint nagyon fontos, hogy ne próbáljuk megitatni őket, mert nagyon könnyen félrenyelhetnek és megfulladhatnak. Eleségnek pedig kizárólag leforrázott liszkukacot adjunk. Az otthoni tartás ilyenkor mindig csak átmeneti lehet, minél előbb szóljunk szakértő segítségnek, hangsúlyozta Erdősné Molnár Bernadett. A nagy melegben a kifejlett madarak védelme is fontos, leginkább a kihelyezett itatók segítenek az állatoknak a lehűlésben. Arra figyeljünk, hogy nyílt területre tegyük, tehát azért ne bokrok környékén, ahol esetleg a macskák lesben állhatnak, mert ugye ezek a madarak nem csak inni, hanem fürdeni is fognak ebbe a vízbe, és az átnedvesedett tollazatú madarakat a macskák még könnyebben el tudják kapni. Hozzátette, arra is figyeljünk, hogy az itatóban naponta cseréljük a vizet, így megelőzhetjük, hogy a madarak betegségeket adjanak át egymásnak. Ha pedig a fészkéből kiesett fiókát találunk, több helyről is kérhetünk segítséget. Hívhatjuk a Gyöngyösi Állatkertet, a 60-i Vadasparkot, vagy a Mátraaljai Vad és Egzotikus Állatmentő Alapítványt is. Mindhárom szervezet elérhetősége megtalálható az interneten.
60-ban is lehet csatlakozni az országos vízipisztolycsata rekordkísérlethez. Az esemény célja, hogy hazánkban soha nem látott létszámmal játszanak egyszerre, ezzel új rekordot készülnek megdönteni. Az élő hang és videó kapcsolat segítségével egész Magyarország úgy élvezheti majd a vízipisztoly űrületet, mintha mindenki egy helyszínen lenne. Az eseményt július 6-án tartják, 14 órára várják az érdeklődőket a 60-i strandfürdőn. A 60-i Szolgáltató Kft. És a Valkai Ági vízilabdatábor gyermekei már a szombati vízipisztoly csatára készülnek a strandfürdő medencéjében. Habár 60 tavaly a kedvezőtlen időjárás miatt nem tudott csatlakozni a kihíváshoz, idén napsütéses idő várható, így a város csatlakozott a rekordkísérlethez. A lényege az, hogy egy időben meg lesznek számolva az emberek, ez le lesz koordinálva, videófelvétel élőbe be kell jelentkeznünk, és hogy egy időben megdönteni a Guinness rekordot, hogy egy időben minél többen tudjunk vízipisztolyozni. Nagyjából ennyi. Tehát negyed órán át kell a vízipisztoly ravaszát húzogatni, utána tölteni, beleszámít az utántöltés is a harcba. Úgyhogy ennyi, úgyhogy nagyon sok szeretettel várunk minden érdeklődőt. Nyilván szeretnénk, ha korábban érkeznének, mert azért ezt le kell bonyolítani, meg kell szervezni. Ki az, aki részt vesz, ugye ezt le kell, ez adminisztrálva lesz, jegyzőkönyv készül róla. Úgyhogy szeretnénk, aki ha ezen részt szeretne venni, akkor érkezzen kicsit korábban. A rendezvényen az első 1000 vendégnek, aki csatlakozni szeretne a rekordkísérlethez, biztosítanak vízipisztolyt. A többi résztvevő saját eszközével tud részt venni a csatában. Július 8-án 18 órától Tóth Pál Szilvia és az Üstökös Társulat nyári kurzuszáró előadását láthatják a 60-i rendezvényházban. Az eseményen a mesedalok mellett olasz slágerek is felcsendülnek majd. Szabadtéri gitárestre invitálják a könyvtár munkatársai az érdeklődőket július 12-én 18 órától. Tom Lumen nemzetközi hírű magyar gitárművész koncertjét hallgathatják meg a könyvtár melletti sétányon. Az esemény ingyenes. Csütörtökön sok napsütésre számíthatunk, de a délután megnövekvő gomoly felhőkből néhol kialakulhat zápor, gyenge zivatar. Több helyen élénk, néhol erős lesz a szél, hajnalban 8-17, délután 24-30 fok várható. Pénteken a túlnyomóan napos időben legfeljebb elvétve alakulhat ki kisebb zápor, a szelet erős lökések kísérhetik, a csúcsfőmérséklet pedig 25-31 fok között valószínű. Szombaton a szél többfelé élénk, erős lesz, csak fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg időnként a napsütést, csapadék azonban nem várható. A maximumok délután 28 és 34 fok között alakulhatnak. Kedves nézőink, ezek voltak a legfrissebb híreink. A mesepercekben a Három kis cica című mesét hallgathatják meg a gyerekek. Ezt követően az egyházban Tatai István református lelkész beszél a hit 5 aspektusáról, majd az aktív 60-ban arról tudhatnak meg többet, a nyugdíjasok hogyan tölthetik tevékenyen a szabad idejüket. Adásainkat visszanézhetik a 60 TV YouTube csatornáján és Facebook oldalán, híreinket pedig megtalálják a 60ihirlap.hu weboldalon. Ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk, köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!